Gyurcsány Ferenc haverjának az érdekeltségébe tartozik az oltási könyvet gyártó cég, amelynek a zsebét korábban jobbikos segítséggel tömte a Fidesz kormány. 2,3 milliárd forintos megbízást kaptak ugyanis 3 évvel ezelőtt a közbeszerzési eljárás megkerülésével. És hogy mindenre hogyan volt lehetőség? Ekkora összegben adtak el nyomtatókat különböző állami hivataloknak, intézményeknek, ám pehjükre a szél befújta ezt a szerződést a Mi Hazánk postaládájával. Ebből világosan látszik ugyanis a túlárazás, amit egy boltban 22 ezer forintért bárki megkap, azt ők kb. 180 ezerért adták, míg a 35 ezer forintosat 170-ért. Így vigyáz a közpénzre tehát a Fidesz, amelyik ahelyett, hogy elszámoltatta volna Gyurcsány emberét, például a Nemzeti Tankönyvkiadó áron aluli megvásárlásáért, újabb megbízásokat adott az érdekeltségeinek, a választási szavazólapokat, vagy épp a bevándorlásról szóló nemzeti konzultáció íveit is vele gyártatták. A Mi Hazánk most feljelentést tett. De van itt még valami, amire válaszolnunk kell, hogyan lehet 2,3 milliárd forintot közbeszerzés nélkül kifizetni valakinek. Hát úgy, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága ehhez kifejezetten hozzájárult, ennek a bizottságnak pedig jobbikos az elnöke, az ő aláírása szerepel a határozaton. Így ér össze az elmúlt 30 év és a Gyurcsánnyal lepaktáló Jobbik, semmiféle elszámoltatás nincs, inkább beszállnak ők is a buliba. A Mi Hazánk feljelentést tett.